kislányom, legyünk reálisak, szép vagy, jó hangodban, de nincsen történeted. Én lúzer voltam. Tényleg? Szóval a legnagyobb lúzere. Ha a szüleim nem szóltak bele, elfogadták, akkor most más névtelen emberek az interneten miért akarják mondani, hogy mit csinálják. A papa meg még az még nem... Az még nem most még lesz. Nem most lesz. Sziasztok! Újra jelentkezik a Mizu Petrával. A mai vendégem egy olyan énekesnő, akit már gyerekkorában megismerhetett az ország. Azóta számos tévéműsorban is szerepelt, sőt, ezerrel nyomja a koncerteket is. Ma eljött hozzám, hogy egy kicsit beszélgessünk a terveiről, és hogyha nem tévedek, ezek között a tervek között egy különleges dátum is szerepel. Köszöntöm a stúdióban Nagy Bogit! Szia, Bogi! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást. És hát mondtam én itt ezt a nagy napot. Beszélgessünk már egy kicsit erről, hogy milyen nagy nap is ez, hogyha jól tudom, az esküvőtökről van szó. Igen. Jól belevágtál a közöttébe. Hát figyelj, egyébként mostanában ez az, ami érdekli az embereket, és én képzeld el, hogy beírtam a nevedet a Google-be, hogy Nagy Bogi, és az volt az első, hogy Nagy Bogi mikor megy férjhez? Nagy Bogi hány éves? Mi van Nagy Bogival? Szóval egyébként igen, ez most nagyon izgés, belevághatunk a közepébe. Esküvő. Szeptember. Szeptember, hogyan készültök? Igazából van szervezőnk, mert én ezt mindig elmondom, én nagyon művészbeállítottságú vagyok, és nagyon kifolyik a kezem közül az idő, szóval mondtam, hogy tőlem függne, akkor én augusztus végén kezdenék hozzá a szervezéshez, úgyhogy szeptemberben lesz, úgyhogy mondtam, hogy kezdjük el időben, és akkor van egy csodálatos szervezőnk, és ő intéz mindent. És már helyszín is van? Igen. Ruha, minden, már ezerre készültök? Minden, most szombaton kezdjük majd a táncpróbákat, szóval így lassan, de biztosan. Énekelni is fogsz? Nem. Nem fogsz énekelni? Dehogy! Oh. Saját esküvőmön, hát azt élvezni szeretném. Anyukámat szerettem volna, hogy énekeljen, de mondta, hogy biztos, hogy nem fog. Szóval. Várják egyébként? Szerintem igen. Fula nekik a helyzet, mert ezért még én vagyok a kisebb gyerek a családban, még mindig. Mennyivel idősebb a bátyád nálad? Kettővel. És hát ez elég random helyzet, de hát most nem tudok mit mondani. Szeretjük egymást, meg jól el vagyunk, most tudjuk, hogy mit szeretnénk, akkor most mire várjunk. És olyan fura, hogy az emberek próbálják megmondani, hogy mi hogy legyen, de mi most így érezzük ezt helyesnek, úgyhogy ez így lesz. És meg is kapjátok hozzá a támogatást egyébként, mert ahogy láttam a fotóidon, azért anyukádékkal is egész jóban vagytok, szíveim, és akkor együtt programoztok, meg hasonlók. Mondtad ezt, hogy így belevágtok a közepébe, azért még fiatal vagy, tehát, hogy most nyilván ti ezt így érzitek jónak, de hogy feltételezem, hogy azért kaptál már olyan kritikát, hogy túl fiatal vagy még ehhez. Mit gondolsz? Hát most nem tudom. Hát nem értem azokat az embereket, akik meg akarják mondani. Ha a szüleim nem szóltak bele, elfogadták, akkor most más névtelen emberek az interneten miért akarják mondani, hogy mit hogy csináljak? Nem tudom, mert én amúgy annyira meg vagyok elégedve a kis világommal, hogy senkinek nem akarok beleszólni az életébe. Úgyhogy nem értem. A tiédbe beleszólnak egyébként a kommentelők? Hát próbálnak, de nem nagyon tudom, hogy mit szeretnék, és hogy szeretném, szóval nem nagyon befolyásol. Tudatosan. És hát itt van mögöttünk a lánykérés. Hát ezt igen. Én elővadáztam. Mesélj róla. Hát itt nagyon sokszor megkaptam, hogy ez megszervezett kép volt, és ezt csak megjátszottuk, meg leszerkesztettük az embereket a háttérben, úgyhogy a titok az, hogy hajnal 5 volt, és napfelkeltét mentünk nézni, és direkt rám szólt, hogy ne legyek már farmerban, mert nekem mindig farmer, sportcipő, és nem értettem. Mondom, jó, felveszek valami szépet, és akkor ott a fotós jött utánunk. És nem sejtettél semmit? Nem, mert előtte egy nappal a Central Parkban láttunk egy lánykérést, és mondtam, hogy de jó lenne, ha te is itt New Yorkban. És mondta, hogy nem, hátul még nem áll készen, se fejben, sem, most nagyon 5 év. Mondom, micsoda? A másnap, amikor leterdeltem, hogy nem értettem, hogy most elment gyűrűt venni, random, mert látta, hogy nem esett jó. Nem értettem. Hát figyelj, lehet, hogy kiengesztél. Nem tervezte egyébként, tervezte, nagyon gondolom. Nagyon tervezte, hát a fotóssal, amerikai fotós volt, és vele nem tudom hányszor videót csatált, hogy akkor hánykor hol találkozzanak. Nem gondolod azt, hogy így a karrieredet befolyásolni fogja az, hogy mondjuk, gondolom a korai házassághoz lehet, hogy hozzátartozik az is, hogy fiatalon szeretnél édesanyja lenni? Hát nem tudom. Igazából nem szeretnék majd gyerekeket, de még nem most. Uh-huh.
Hát igen, abból a szempontból így befolyásolhatja, hogy nőként ugye a téma az, hogy ki, mikor, kivel, hol van, hogy itt nagyon nem csak a szakmai sikereket figyelik, hanem inkább a magánéletet, ami szerintem nagyon mérvadó, és hát most nagyon nagy téma, hogy 21 évesen én férjhez megyek, és hogy akkor azután hogy lesz, nem tudom. Annyit tudok, hogy mi most nagyon-nagyon-nagyon jól vagyunk, nagyon szép életünk van, és nagyon jó minden, úgyhogy ezt próbáljuk így fenntartani, és nagyon jó, hogyha én kiegyensúlyozott vagyok, akkor a zenei dolgok is úgy tudnak működni, úgyhogy remélem, hogy ez a kettő így nem lesz befolyással. A baba meg még, az még nem most az lesz. Még nem most még lesz, nem most lesz, de nagyon lesz. De sose lehet tudni. Nőként énekelni, énekes pálya. Ez nagyon necces téma. Ez nagyon necces téma, mert hogy hát nyilván gondolom te is követed a híreket, meg tudod, hogy mi történik. Most a te oldaladat kérdezném, hogy te érzékelted azt, hogy nőként mondjuk nehezebb érvényesülni? Nagyon nehéz. Már erről egy nagyon kifejtett véleményem, de ezt szerintem nem szabad kifejteni így. Úgyhogy csak annyit tudok mondani, hogy én magamon érzem azt, hogy nekem például ugyanaz a zenéproducerem, aki nagyon sok híres embernek itthon, és érzem azt, hogy például engem ugyanannyit fizetek, de nem kapok ugyanannyi visszakapást. Miért van ez szerinted? Igazából a hallgatottságokon látom, hogy így mondhatjuk azt, hogy ugyanolyan minden, de hogyha megnézzük a nőket, nyilván értem, mert mindig az a válasz, hogy de jó zenét kell csinálni. De a jó zenét csináláshoz hozzátartozik. De te csinálsz jó zenét. Kinek mi a jó zene, ezért jó a zene, mert abszolút mindenki eldönteti, kinek mi tetszik, de hogy én magamon érzem azt, hogy én akkor tudok nagyon sokat beletenni a zenébe, hogyha visszakapok a másik oldalról. És nekem most volt az első olyan koncertem, ahol lehetett jegyet venni áprilisban. Ez a születésnapi koncert. Igen, a teltház volt, 100-an eljöttek, de nekem ez volt eddig a csúcs. És nem tudom, hogy mekkora közönséget tudok megmozgatni. Nyilván ez a cél, hogy ez szépen kiépüljön, meg én nem siettetek semmit, hát 21 éves vagyok, de nem hiszem, hogy egy 21 éves nő így ugyanolyan sikereket el tud érni, mint más itthon. És ezt nem tudom, hogy miért van, jobb zenét kell csinálni. De mondjuk egy 21 éves férfi meg lehet, hogy el tud. Szóval hozzáteszem, hogy én nagyon szeretem őt. Az Aria, mi minden nagy koncertjén ott vagyunk, és nagyon szeretjük, és nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy itthon van egy ilyen, aki ezt elérte, és nagyon jó neki. Szerinted az ő sikeréhez mondjuk az a botrány, ami a nevéhez fűződik, elég erősen hozzájárul? Hát én ezt nem tudom. Az biztos, hogy anyukám azóta tudja a nevét igazából, szóval biztos. És szerintem nem csak anyukács, hanem sokan. Hát de közben meg ki tudod belőle törni. És megcsinálta, és olyan zenéket csinál, ami nagyon-nagyon ritka itthon. Zajlanak körülötted azért az események, nem régen költöztél. Igen. Milyen volt a költözés? Egyáltalán hogy döntöttétek el azt, hogy akkor ti itt hagyjátok Budapestet, és jó, nem messzire mentetek, de hogy született meg a döntés? Gyorsan. Gyorsan? Téma volt egyébként. A lánykérés előtt beszélgettünk arról, hogy szeretnénk közösen ingatlant venni, mert egyébként egyikünk családi háttere sem olyan, hogy akkor így alánk tesznek bármit. Mindig meg volt mindenünk. Marci szülei is, meg az én szüleim is 30 éve együtt vannak, szóval ez nagyon jó, de anyagilag így ezt magunknak kellett megoldani, meg kivitelezni. Annyi a titok, hogy nagyon drága lett az albérletünk, és folyamatosan emeltek rajta, de közben meg azt éreztük, hogy hát hova emelnek még egyébként ezen az áron. 13. kerületben laktunk, ott a Visegrádi utcában, és most kiköltöztünk a külvárosba. Úgyhogy egy sorházban lakunk, és csodálatos. Mennyit jársz haza a szülőkhöz? Messze laknak. Anyuikban az újvárosiak, az mindig elmondom, hogy Debrecen mellett egy kis város, mert nem... Ugyanezt szoktam csinálni, én is ott arra felé lakok, és én sem. Debrecen mellett egy kis város. Tudom, amikor mondom, hogy újváros, akkor Dunaújváros, mondom, nem máshol. Úgyhogy mindig azt mondom, az újváros, Debrecen mellett egy kis város. Ritkán. Amikor felköltöztem Budapestre, akkor kol is voltam, és akkor minden hétvégén hazajártam, és most már, mióta egy Marcival együtt vagyunk, szerintem 2-3 havonta, de volt olyan, hogy 4 hónapig nem jutottam haza. 15 évesen jöttél. Milyen volt annyi idősen eljönni otthonról? Nem jó. Én nem szerettem volna. Amikor a gimit néztünk, felvételihez, akkor én bedobtam a labdát, hogy anyapestre nem adunk be. Hát nem, még kicsi vagy hozzá, még nem. És kicsi voltál hozzá amúgy? Egyébként nem tudom. Meg tudtad ugrani, vagy volt valamilyen nagyon komoly nehézséged? Egyébként nem.
tipikusan olyan vagyok, aki így hirtelen rágörsel a dolgokra, aztán amikor benne van a helyzetben, hogy ezt így elengedem. És akkor úgy volt pont ez a felköltözés, hogy egy évre, tehát hogy egy évet Debrecenben jártam suliba, és akkor fél évkor anya kitalálta, hogy pont benne voltam egy műsorban, és nagyon sokat ingáztam, és nagyon sokat hiányoztam, és anya mondta, hogy hát menj fel Pestre, Pesten több a lehetőség. Tehát előtte már az énekiskoláján azért bőven túl voltál. De az énekiskolája az egy olyan műsor volt, amit 2 hét alatt forgattunk le, szóval akkor 5-ször kellett feljönni Pestre, és ez így nagyon gyorsan vége lett. És igen. A szüleid mennyire támogattak? Nagyon. Ők énektanárok, tehát hogy... Zenetanárok, apa tuba, anya a szolfés, úristen, mi ez a kép? Előszedjük mi itt a jó fotókat. Jó, hát ez nagyon jó. Anyuék egyébként támogattak az éneklésben, a tévézést annyira nem támogatták. Miért? Nem féltettek hát tőle? Persze. És úgy tudtam eljutni az énekiskolájába, hogy azt mondtam, hogy csak egy castingra hadd menjek el, és anya leültetett a casting előtt, hogy kislányom, legyünk reálisak, szép vagy, jó hangod van, de nincsen történeted. Mi nem váltunk el apával, nem lakik külföldön senkit, semmi olyan sztori nincsen, amit el tudnának adni, és én így mentem be a castingra, hogy amúgy nem fog sikerülni. Szerint ez sztori kell ahhoz, hogy valaki a tévében érvényesülni tudja? Hát, plusz pont, hogyha van. Plusz pont. Mm. És nekem az lett a sztorim, hogy hát rövid hajam van. És ez de ez annyira nagy téma az, hogy rövid hajad van. Hát, hogy ilyen kislányként, ez ilyen korábban. Nagyjából egy idősek vagyunk, tehát nem 2 évvel vagyok idősebb nálad, és egyébként tehát mindenkinek hosszú haja volt. Mindenkinek, és egyébként ennyire felfigyeltek arra, hogy, hát hogy az, neked rövid hajad van. Ördög Nóri volt a műsorvezető, igen. És én úgy vágattam le a hajam, hogy én Ördög Nóris hajat szeretnék. Oh. De hogy egyébként ez nem kitalált sztori, hanem ez tényleg így volt, én meg ezt elmeséltem, és hát ez erre ráharaptak. Igen, de egyébként így a suliban, nem tudom, tehát hogy nálunk azért voltak olyanok, hogy mondjuk a osztálytársaim azt mondták, hogy jaj, nem jó ez a póló, jaj, nem jó ez a valami. Szóltak egyébként neked? Én lúzer voltam. Tényleg? Az osztály legnagyobb lúzere. Úristen. Igen, tesis osztályba jártam, és nagyon jól tesisztem, de nem tudtam kézizni, és a lányok kézilabda, nem tudom milyen bajnokok voltak, uh-huh. És mindig mentek versenyezni, és hát ez, az a baj, a tanár nem így emlékezik rá, de én jártam pszichológushoz is emiatt, mert selejteknek hívták azokat, akik nem értettek. Lányok kézisztek, a fiúk fociztak, a selejtek meg utcát futottak. De hogy emiatt nagyon szakáltak ezek a kézis lányok engem. Hát meg a rövid haj, az mindent megkaptam, hogy én akkor a lányokat szeretem, meg ilyenek. Ennyi idősen? Persze! De hát azt is megkaptam, hogy anyukám akarta levágatni a hajam, egyébként én akartam. Mert volt valami játék, amiben lehetett a babát rövid hajat beállítani, és imádtam. És amúgy és nagyon sokáig rövid hajad is volt. Bármely pillanatban levágatnám. Egy régebbi menedzserem mondta, hogy hát a női esetéshez kell a hosszú, és nagyon hiányzik a rövid hajom. De hogyha leszeretnéd vágatni, akkor miért? Majd még várok. Most az esküvőt nyilván megvárom, aztán nem tudom, majd meglátjuk. Figyelj, hoztam neked egy nagyon jó kis játékot. Játék. Remélem, hogy szereted az ilyeneket. Nem tudom. Zeneszöveg befejezés lesz. Oh my god. És arra szeretnélek majd megkérni, hogy énekelj is. Uh-huh. Kezdhetjük? Uh-huh. Kezdhetjük? De te is énekelsz. Én persze egyértelműen énekelni fogok veled. Kezdjük az elsőt. Tudom, hogy elrontottam, rémestettem, fáj. Vajon hogy is volt? Lehet mindegy már. Rémestettem, fáj. Vajon hogy is volt? Lehet mindegy már. Nekem az a legyen hó. Igen. Ezzel castingoltam az énekiskolájában. Hát nem véletlenül választottam ezt a dalt. Tényleg? Igen. Hogy ezt így felidézzük egy kicsit, hogy ez, miért ezt a dalt választottad? Az énekiskolájában kellett beküldeni videót éneklésről, és valami iskolai gálán ezt énekeltem, és akkor mondták, hogy ezt hozzam a castingra. Szóval nincs. Bevált. De emlékszem, Balmazújvároson volt mozi, nem szokott ott mozi lenni, és ezt a jégvarázsot láttam először, és nagyon szerettem. Nézzük a következőt. Csalódtam sokszor már, és sok mindent bánok. A mélyből én inkább a magasra vágyom. Vakker, úgy mondod, mintha valami vers lenne. Hát direkt, összezavarlak. Várjál, ez izé, szállok a dalra, vagy mi? Mondd el még egyszer. Elmondom. Csalódtam sokszor már, és sok mindent bánok. A mélyből én inkább a magasba vágyom. Hiába mondanád, nem hiszel bennem. Meddig énekeljem még? Ameddig csak szeretnéd. Igen, eltalálted, ez egy karameldal. Hogyha jól tudom, akkor vele azért elég jó kapcsolatban voltál. Igen. Megvan még ez a kapcsolat? Jóba vagytok még? Mm,
Jóban vagyunk. Már nem tartjuk olyan szinten a kapcsolatot, uh-huh. mint régen. Ugye ő volt az első, az énekiskolájában a mentorom, uh-huh. és nagyon sok mindent köszönhetek neki, de már eltávolodtunk egymástól. Ez remélem, hogy nagyon tetszeni fog, és nagyon várom, hogy ezt elénekeld nekünk. Olyan. S nevetve mondták, hogy ez Gézen Gúz, akit a papamama kézen húz. Ezt nem tudom folytatni, de tudom. Tudod, hogy mire van szó? Kézen húz, akit a papa mama kézen húz. Úristen, én nem tudom, hogy van tovább. Ezt a Starban énekeltem. Így van, a Starban. Igen. Itt nyertünk adást. Nyitom az ajtót, és egyszeriben mosolyog rám a világ. Színesnek látom a szürkületet, miközben bámulok rád. Csodafinom vagy, esti boldogság. Mi ez? Nem hiszem el, hogy nem tudod. Én ezt nem tudom. Mi ez? Hát azért én azt hittem, hogy mivel jóban vagy Korda Gyuri bácsival és Balázs Klárival, így kened hát, vágod a szövegeket. A rapteret mondtad volna, nem, az a baj, hogy nem vágom. Nem vágod? De jobban vagy velük. Na, egyébként ez a talált ki gyorsan a gondolatom. Hát a refrén az megvan. Okay. Hát akkor halljuk. Talált ki gyorsan a gondolatom. Mi az, hát, amit az szeretnél? Nem baj, én tudtam. Jó, hát akkor ezt én elvittem ezt a kört. Jóban vagy velük egyébként, hogyha jól tudom. Nagyon, nagyon jó emberek. Mit gondolsz egyébként róluk? Tehát most a fiatalok is nagyon, nagyon szeretik Igen. őket. És ez látszik, hogy mennyire jól esik nekik. Nem is értem, Gyuri bácsi, mint 84 éves. 84 éves, én nem tudom, mit fogok csinálni az életben, de ő pár hónapja Budapest Parkos koncertet csinált. Voltál? Nem, sajnos. De nagyon szerettem volna menni. Csak videókon láttam. Hát a Csináljuk a Fesztiválba forgatunk együtt. De ami ott van, mi a zsűrikkel, mint valami kis család. Oh. Nagyon, nagyon jó. Nagyon aranyosak, igen. És tényleg nagyon, ugyanolyan emberek, mint amiket így látunk az interneten. És az utolsó. Na. Ezt biztos, hogy tudni fogod. Uh-huh. Enyém a perc, enyém most ez a pillanat. Minden emlékünk örökre itt marad. Ez az én dalom. Így van, igen, igen. Ez a Félek című dalod. És ezt nem is olyan régen írtad. Hát, egy éve körülbelül. Igazából ennek a mondani valója, azért ez eléggé szívhez szóló, hogyha így mondanám, viszont igazából arról énekelsz, hogy félsz, hogy elveszítesz valakit, mondjuk itt ebben az esetben a szerelmedet. Marcit, igazából miért írtad ezt a dalt? Figyelj, amikor leültem a zongorára, az tisztán emlékszem, hogy a nyári slágert szerettem volna írni, és kiesett egy ilyen kis közös kép a kis dalszerző füzetemből, és így magam elé tettem, és ez csak jött. És félsz egyébként attól, hogy... Persze. Nem tudom miért, mert egyébként nincs okom szerintem erre, de közben mindig ott van a kis örög a vállamon. Egyébként úgy néz ki, hogy ez a dal platina lemezes lesz, és ez azért nagy dolog, mert ez az első. Úristen, el sem hiszem. Hát ez nagyon gratulálok. Hát ezt már akkor hiszem, hogyha megkapom majd, és a kezembe tartom ezt a kis díjat. Igen, ennek nagyon nagy sikere és volt. És nagyon megszerették az emberek. Hát ez bepörgött a TikTokon, úgyhogy amúgy... Nem tudtam, hogy ez be fog pörögni a TikTokon, csak kitettem egy ilyen videót, ahol összevágtam Marcira meg rólam képeket, meg videókat, és 8000-en csináltak rá videót, úgyhogy igen. Meg úristen, ez a dal, anyukám mondta, hogy ennek senki nem fogja tudni megtanulni a szövegét, és koncerteken úgy ordítják az emberek, mert hogy nincs ebben ismétlődő rész, hogy ez egy olyan dal, ami nem olyan megszokott szerkezetű, mint a többi, hanem csak így ismétlődik, és így, mint egy ballada megy. És kívülről tudják a koncerteken a kis hallgatók, úgyhogy nagyon hát ez egy szuper érzés lehet. Mm. Bogi, köszönöm neked, hogy most itt beszélgettünk egy kicsit. Örülök, hogy eljöttél. Nektek is köszönjük, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, olvassátok a blik.hu-t, kövessetek Instagramon, és még a TikTokon is. Sziasztok!